Szevasztok, pangókák! Íme egy újabb epizód, itt ülünk éppen az autóban, és úton vagyunk, tegyünk Wednesday Place-re, ahol a Soul Hunter klubban fogunk fellépni. Lackó Mackó tereli az űrhajót, ekközben a fedélzeten Jánosok Jánosának Szent Jánosa, és KTK Steve, azaz a mobil kocsma, ismét nyakunkba veszük az országot. Cigiszag és alkoholszag jön a hátsó ülésről. Hogy érzitek magatokat, gyerekek? Jóra dohányoztátok magatok? Nagyon jó volt, két sukat szívtam, és teljesen... Szédrapistak egyetlen. Nem dohányzom én mostanában. Igen, most akartad ebbe bejelenteni ebbe az epizódba, hogy leszoksz a dohányzásról. Pont ma kezdi el amúgy. Igen, ja, tényleg. Yeah. Pista, nagyon érdekes polcnál álltál, meg nem itt szoktál. Miért itt? Érezzük mondjuk, hogy valamit elfényelme, csak a betétére. Tehát miért nézze? Kicsit így ég a gyomrom, és arra gondoltam, hogy egy ilyen baba. Dusfürdőt megiszél. Igen. Egy jó. Hát azt mondják, az a legjobb, a legfuhább. Hát mit akarsz itt? Nem tudom, egy stiftet kerestem volna, de hát nem tudom. Mit csinálunk, basszú? Miért vagyunk ki? Nem, válasz már egyetem most. Nem jó? És mit csinál a picsa? Nincs stiftje, és nem akar büdös lenni, az aftershave. Nem tudom megvenni. Menjünk. Slovakai. Mi van a erdélyképpel? Szeretnéd már látni? Ja. Ma láthatjátok. Mi nálad van? Nem. Ma megmutatjuk a csapat többi részének, hogy az erdélyi klip hogy alakul, de még azért vannak vele munkálatok. Mi pedig éppen Szlovákia határa felé tartunk, most már egészen közel járunk, ugye Lackó? Már átjöttünk Szlovákiába, de mindegy. Azért mondom, hogy közel vagyunk hozzá. Megérkeztünk Dunaszerdahelyre, az van, hogy most már itt ilyen kis esti momentumokat tudunk csak nektek mutatni a városképből, de egy nagyon jó pofa helyes kis városnak tűnik. Sajnos már eljöttünk amellett a városháza épület mellett, amit a flyeren is láthattatok, de believe me, itt vagyunk. Úgyhogy most megkeressük a helyet, megtörténik egy kis beállás, és utána elfoglaljuk a szállásunkat. Tartsatok velünk! Jánosok Jánosának Szent János, ahogy készül állunk? Készül az új rendszer összerakásra, jól állunk, hamarosan kezdődik a parti, úgyhogy... Jól tudom, hogy az audiotechnika jó voltából, ma mindenféle új eszközöket próbálhatunk. Igen, mindenféleképpen így lesz, úgyhogy valószínűleg be is lesz vásárolva a jövő koncertturnéjára. Hátfal az már a helyén, rakodik össze a rendszer. De vajon mit csinálnak eközben a rossz csontok? Most már kávészhatsz István. Ez a te kávéd. Megihattad. Nagyon finom. Kiszálltad. Lamplom. Elplompogom. Egy kicsit azért lehet, hogy a fülembe is töltek. Hogyha lefekszel, akkor szívesen beleöltöm az orromba például. Akarod, hogy az orrod beöntsem? Te tuba orrodat feltöltöm kávéval. Olyan finom. Nem. Semmi idegesség. Kávé. Sütike. Az egyetlen idegesítő dolog ez a sékertojás. Magzatpóz van a alvás a kanapén. Majd a szálláson. Csinálhatod azt, ha akarod, hogy még rosszabb legyen, hogy elalszol egy kicsit a szálláson. És utána a látburlátból az altatódalt berakjuk neked Király, meg is vagyunk a hangbeállással, most megnézzük a szállásunkat, és aztán este 8-ra jövünk vissza, és megrakjuk a partit. Stiftet a Pistának otthonra. Szeretnék venni. Na mondd el, Lack, hogy mi a terv, a mai terv mi? Pistának kell egy kávé, meg azt mondja, stift. Hogy stift, mert büdös. Bejöttünk
a villába. Nekem kéne felfelé álló orrú elefánt. Tényleg, kell, hol lehet kapni felfelé álló orrú elefántot, vagy valami kis zöld béka? Mert Jani, keres valamit. Mit akarsz, mit akarsz venni, Jani? Felfelé álló orrú. Fussunk neki még egyszer. Szóval, na mit szeretnél venni, Jani? Nem értem. Kis teknősbéke. Vagy? Felfele álló orrú elefántot. De azt most miért? Mert Feng Shui. Nem ért otthonról bekérték? Most szóltak rá füledre? Egész nap ezt kerestem még Magyarországon. Ráérünk. Keressük ilyen meg, persze. Na? Ó, hubová polev. Nem kell az már neked. Jaj, mindjárt itt lesznek a stiftek. Már nagyon várja. Összesen kérdezik. Várjatok, István, megtalálta a stifteket a villába, István. Boldog vagy? Testvérem, nézd meg. Ott viszi a stiftet az István. Akarjad, akarjad. Ne nézd be csokikat. Kiszabadultunk a boltból, minden megvettünk, még azt is, ami nem kell. Kicsit leállítottak minket a kasszánál, mert vettünk két kis autót, azt nem nagyon akarták átengedni. Azt mondták, hogy csak hatodika után, amikor a Mikulás már nem jár. Itt Nagy Imre beszél. A csapataink harcban állnak. Hagyjuk el a parkolót most. Meg is érkeztünk a kis szállásunkra, mutatjuk a spotot. Nagyon kis kellemes. Ja, irányám, mindjárt átoltozom szupersztárt. És milyen jó meleg van, és milyen jó gál lesz itt benne. Fantasztikus benne lesz. Markus, mi az szájműzgés? Yeah, this is the Ginto. Yeah, Ginto is good, yeah. Very good. Azt láthatjuk, hogy István megszerzi a sültes tálat. Olyan illata van, bár én közel tartom a kamerához, hogy érezni. Nagyon jó illata van. Szevasztok, hangokák, itt vagyunk a backstage-ben, ezek az utolsó pillanatok, itt István látható, amint a szaxofonját készíti fel a mutatványra, István minden. Azt mondták, hogy... kell fújni. Szevasztok, kezemben a vezérlés, úgyhogy lassan indulhatunk. Olyan okos vagyok. Ting! Cső, Lackó, Mackó, mi a helyzet? Nem izgulok. Indul a móka? Mindeközben lézerkapitány is megérkezett hozzá. Sziasztok, fölvettem az értelmiségi szemüvegem. És nagyon okosnak is tűnsz. Igen. Jó lesz a bál, lézer? Nagyon jó lesz a bál, iszom is rá egy jó fáropráment. Thank you, yes. Pozor.
de már olvastam tegnap valahol oda, hogy pozor, és igaz volt. Pozor. Hogy éled meg? Nagyon, nagyon szuper volt az iklét, itt szuper volt a koncert. Semmire nem emlékszem, majd elolvasom a helyi sajtót. Többen mosolyogtak koncert után, de nem értettem igazán a mosolyt. Annyira vicces nem volt. Kívülről azért nem voltál rossz? Hát gyám, így azt mondják, igen. Ügyvédkeresés. Szlovák ügyvédkeresés. De annyit tudok tenni, hogy átviszem Romániában. Az ügyet. Vagy az apuka ugye valószínűleg perekszik. Mi történt veled, Jani? Én ezzel most már fogadom a rajagét, de ez nagyon csíp. Mi az, reumakré? Nem tudom, jaj, ezt mire kaptam. Ezzel most te fogad? Ezzel kezdtem el fogad most, de ez nagyon gáz. És jó? Hát nem. De milyen volt? Hát nagyon csíp, olyan, mint a, az a lóbarzsa, olyan íze van, mint hogy... Nem a lackónak ez valamilyen válfájos? Nem, ezt én vettem ki a léghatra, hogy használjam. Suits and tights relieves discomfort of joints and muscular pain. Jó van, semmi baj, mossál fog a tizomlazítóval, hát igazámban. Mi más? Jaj, de kemény. De most nem kérdezem meg a páromat, hogy ez mi? Szia, szívem! Lenne egy olyan kérdésem, amit adtál nekem tubusos papírdobozban lévő dolgot, azt mire is adtad? Mondtad, hogy használjam a kis tubus? Nem fog én. Hát szerintem nem, mert nagyon olyan izomlazító íze volt. Hát mi van ráírva? Rumalaja, gél. De most nem mond nekem sokat. Nem baj. Majd hazajössz és megnézzük, jó? Jó, rendben. Amikor a... Hát neki tök sima van, hogy elvigyel, hogy te se lepődöd rajta, hogy akármivel fogadhatsod. Azért most én biztonság kedvéért lefordítom, hogy mi van ide írva. Jól van, kicsi, majd hazajössz, megnézzük. Megnézzük szívan a kis buksi fejeddel, hogy mi volt. A gér megnyugtatja és segíti, enyhíti az izületi kellemetlenségeket. Nem lakult ki az egyik ja. Most lettek mogyorom. Nagyon lazák lettek a szájizmaid, Jani. Nagyon. Csak gondolom, hogy a Janika az mosmosod fog a tiszomlazítóval. Yeah. Ezt meg akarom mutatni a kollégáknak, hogy szakmailag ez mennyire precízen van kialakítva. Könnyen áttekinthető. És nézd meg, milyen szépen föl vannak fűzve. Szebben nem is lehetett volna. Hát ez pozor. Hát azt nem lehet mondani, hogy azon kívül, hogy praktikus, nem szép. Egy konnektorból megvan oldva minden, azt látod fönn? Ismeretlen művész. Mutasd ott fönn a konnektor. Egy konnektorból van megoldva, nagyon az benne egy T-dugóval, vagy hát nem is tudod, ja, két konnektor, nagyon jó. Amúgy tök durva, hogy szét a falat ezzel, mert ez nézhet neki jól. Igen. De nem. Mondjuk eldobozolhatta volna ezt a sokszor. Aha, bármi. Meg azért ebben még van potenciál, tehát hogy tudnám jobbra csinálni. Fejleszteni. Hogy telt az éjszaka? Jó volt. Csak ez jó? A reggeli fogmosás nem volt annyira kicsi. Már csak az a kérdés, hogy a fogkrémed, ez hova kented? Csípi nagyon, mi a végét? Igen. János, Szent János, amikor tudunk elindulni, hogy érzed? Hát, ahogy látom a takarítónőnket, igazság szerint ez nagyon kérdéses. Bármeddig el főleg, hogy énekelget. Nem figyel most a szem, együtt mozdul a lelkünk teljesen. Nincs idő, mert a szép részek közt nem fontos semmi sem. Nem figyel most a szem, ahogy az éjszaka ringat csendesen. Nincs idő, mert a szép részek közt nem fontos semmi sem. Semmi sem. Most nem fontos semmi sem. Most nem fontos.
pont a mi utunk mutatják. Ízzunk éjszakákon át. Most tartunk annál a résznél, hogy Janika megpróbált a Selkúton egy MOL kártyával elmenni a mosdóba, mindjárt meg is interjúvoljuk. Janika, mesélj már el, hogy sikerült ezt a dolgot abszolválni. Hát bejöttem, hogy akkor elmegyek mosdóba, megkérdeztem, hogy MOL kártyával be lehet-e menni. És mondták, lehet? Hogy hát be nem lehet menni, csak kijönni lehet vele, mert ez egy Selkút. Tényleg, Janika, és nem lazította ki a fogsorodat ilyen, ilyen gumicukor fogsorra ez a krém? Holnap felhívlak elmondom. Ki tudsz már venni egy-egy fogat megmutatni, hogy milyen? Lassan. Yeah, nagyszerű reggelink után útnak indult a csapat, az éjszakai hősök imígyen pihenik ki fáradalmaikat. Hát minden volt, kérem szépen. Jó kis klubulatság, random DJ spot bitorlás, Janika izomlazítóval fogat mosott, tehát tulajdonképpen ami megtörtént, az nagyjából meg is történt. És hát ezekkel a kellemes emlékekkel szívünkben és lelkünkben búcsúzunk tőletek, kedves nézők, ebből az epizódból, és hát ugye értelmszerűen folytatódik a vlogolás, a turné az ezzel véget ért, örvendjünk hát ennek is, kezdődik a stúdióidőszak, érkezünk az új dalokkal, úgyhogy kipom vacsin, tartsatok velünk, szevasztok!